készülét, a stresszelmélet itt a 40-es évek elején, a 30-as évek végén, akkor egy stresszről beszélt. De amit csak később ismert fel az élete végén, hogy jobb kétfajta stresszről beszélni, mert ugyanazok a biokémiai folyamatok játszódnak le, de az agy nem tudja megkülönböztetni, hogy beszegszünk valakivel, barátunkkal, barátnőnkkel, vagy boldogok vagyunk, mert Nobel-díjat kaptunk, vagy aranyérmet kaptunk. Ő úgy fogalmazta meg, hogy van EU-stressz és distressz, és ezzel a kettősséggel, ezzel a fekete-fehér játékkal a kiállítás megtervezői, tehát arculatának megtervezői erre a kettősségre próbáltak meg utalni. Aranyérmet kap az ember, vagy Nobel-díjat, vagy csókolózik, rövid ideig tart. Az nem tart napokig, vagy hónapokig. Ellentétben a distress, a negatív stressz, a munkahelyi izgalom és otthoni vitatkozások, állandóan kemény munkát dolgozni, de ami olyan, ami már tényleg stressznek reakciónak, tehát magas intenzitású, azoknak van káros hatása. A jó stressz általában rövid, kellemes, de rövid, és ezért nem gondoljuk, hogy van káros hatása. Sőt, azt a Senye is mindig mondta, a stressz nem lehet elkerülni, az az élet egyik része. Egy nagyon nagy orvosnak, aki egy magyar számozású volt, és egy hihetetlenül hatásos tanár volt, és hihetetlenül sokszínű felfedezései voltak, és nagyon összetett felfedezései voltak. Most ő neki állítsunk emléket, de egyúttal be is mutassuk azt, hogy egyébként az emberi testnek a működéséről, az emberi testnek a fiziológiáról a mai medicina mit tud. A stressznek a folyamatát is, tehát ezt a biológiai folyamatot is a kísérleti állatok boncolásakor vette észre ezeket a változásokat, ugye, amiket különböző hormonok, különböző ingerület átvívő anyagok okoznak. Patkányokat kitett rövid időre stressznek, és utána kitett egy nagyobb, hosszú stressznek, akkor a rövid stressz kivitte a nagy stressznek a káros hatását. Tehát ez az adaptáció, az alkalmazkodás egyik foka, és így lehet hozzászokni. Valójában ezt méreggel leírták még a görög tudósok, hogy egy akármilyen a legmérgezőbb vegyszert is, hogyha naponta szedi az ember kis mennyiségbe, nagy mennyiségbe, sokszor semmi károsást nem csinál. Tehát ezt csinálta a 20. század végén, meg a közepén, hogy a kis stressz megvédi a nagy stressznek a hatását.